Tatai évek óta jó kapcsolatot ápol holland testvérvárosával, Alkmárral. Most egy hatfős delegáció látogatott Tatára. Alkmár testvérvárosi bizottságának három tagja párjaikkal együtt érkeztek csütörtök este. Háromból ketten eddig még nem voltak nálunk, ezért igyekeztünk egy jó kis programot összeállítani nekik, hogy megismerjék Tatát, a nevezetességeiket, illetve egy napot Budapesten is el fognak tölteni, hogy az országunkból egy kicsit más szegmest is megismerjenek. Korábban is részt vettem már a korábbi testvérvárosainkkal kapcsolatos rendezvényeken, a holland polgárokat pedig kifejezetten jól ismerem, mert amikor ők ide jönnek a városunkba, akkor rendszerint én szoktam kísérni őket, illetve a tavalyi évben egy gimnáziumi verseny kapcsán 4 napot töltöttem a kísérőként a lányokkal a hollandiai testvérvárosunkban, Alkmárban. Rendszeresen vannak találkozók, a tataiak is mennek, és a hollandok is jönnek rendszeresen hozzánk. A nagy rendezvényünk az a mini maraton, amire nagy létszámú küldöttség érkezik Alkmárba. 20-25 fő körüli rendszeresen futnak és részt is vesznek, illetve reagálnak az összes meghívásunkra, és nagy kedvel jönnek Tatára. Most már nagyon sokan, és évente többször is. A mai program részeként a holland delegáció a Vasariba is ellátogatott. Mindig öröm számunkra, amikor testvérvárosi vendégeket fogadhatunk itt az iskolánkban, és megmutathatjuk az itt folyó munkát. Mi is voltunk tavaly néhány diákkal egy nemzetközi diákolimpián Alkmárban, ahol nagyon sok-sok élmény ért bennünket, és a gyerekeket külön repülőgéppel utaztunk, és kint a versenyen is nagyon jól szerepeltek, és láthattuk Alkmárt. Forgatagát egy nagyon érdekes felvonulás volt a téren, úgyhogy mi most örülünk annak, hogy a mi iskolánkat is megmutathatjuk vendégeinknek. Hans Schmidt, az Alkmári Testvérvárosi Bizottság elnöke már harmadik alkalommal látogatott hozzánk. Elmondása szerint szívesen jön ide, mert szép városnak tartja Tatát. Az elnök szerint fontos, hogy a két nemzet közvetlenül is találkozzon egymással, hiszen a problémák különféle megoldásait tanulhatják el egymástól. Ugyanakkor szeretik felfedezni a közös problémákat is, és az ezekre adott válaszokat. Hans Schmidt azt is elmondta, hogy a kapcsolat a két település között egyre jobb és jobb. Látogatásuk egyik célja pedig, hogy az iskolai és sportkapcsolatokat tovább építsék.